aki az országban is az első képen létesült az 1956-os forradalom bukását követően. Ugyanis még ma is élnek olyan tanúk, akik elmondták, hogy 1957 tavaszán Bánó István, az Arborétum akkori vezetője, növények csoportos kiültetésével, és ezek a növények ma is láthatók itt a térkép mögöttem, ezt illusztrálja, állított emléket a forradalomnak.